Műsorunk partnere a Da Vinci Exclusive Magánklinika. Mindenki egészségére. Műsorunk támogatója a Rolatast, ha az egy darabra vetített optimális gyártásköltség a cél. Műsorunk együttműködő partnere a Lisztes Trans. Bontjuk, visszük, építjük. A műsor támogatója a HR Rend. Európai megoldás a munkában. A koronavírus járvány miatt a 2020-as esztendő lapja üresen maradt a Szilveszter Rally történelem könyvében. A nagy hagyományokkal rendelkező, jó hangulatú futam résztvevői ezért egy év szünet után randevúztak ismételten egymással. Ez a találkozó a korábbiakkal ellentétben hosszabbra nyúlt, hiszen a Hungaroringen és a pálya környékén egy tesztet is meghirdettek a rendezők, amely már előre vetítette az évvégi jambori sikerességét. Már itt is nagyon sokan voltak, a másnapi rajtnak pedig több mint 170 páros vágott neki. A ring belső részén rendezett nyitó gyorsasági az egy év szünet után visszatért Vince Ferencnek sikerült a legjobban. A korábbi magyar bajnok szűk 3 másodperccel volt gyorsabb, a második Ondrej Bisaha, Imrich Ferenc kettőssel szemben. A cseh-szlovák párost az osztrák Simon Wagner, Gerald Winter duó követte az abszolút értékelésben. A második kör Szemerádnak sikerült a legjobban. Wagnerik a második, Ondrej pedig a harmadik lett, majd utánuk jött a két széchenyi rallis, Velencei Ádám és Vince Ferenc. Az első nap után Simon Wagner vezette a 23. Szilveszter rallit, Szemerádot 4 tizeddel, Ondrejt pedig 1,8 tized másodperccel megelőzve. Velencei a negyedik, Vince pedig az ötödik helyről várta a másnapi folytatást. Igen, a tegnapi napot mondhatni, a második gyorsot azt elrontottam. Ezt most azon nincs mit szépíteni, ott teljes mértékben én voltam a hibás, én választottam azt a gumit, mindenki le akart róla beszélni, de önfejűen választottam. Úgyhogy ezért mondjuk elnézést kérek a csapattól. De szerencsére most sikerült ezt visszafordítani. Most vizesek ugye a körülmények, mindenki egyformán vizes gumival megy, vagy a télivel is, ha jól láttam, mennek egy-ketten ezzel a montés gumival, mi a vizest választottuk. Az első gyorsan a Molkútig ott óvatosan mentem, nagyon, mert ott nagyon csúszott, viszont a Molkúttól már lehetett gyorsan menni, mert elég jó volt a tapadás, nem volt jeges sehol, úgyhogy onnan magabiztosan tudtam közlekedni. Úgy érzed, hogy ott jött ki az a különbség? Azt érzem, hogy igen. Szerintem a tempósokban tudtam, lehet gyorsabban menni. Itt a szűkeket én úgy éreztem, hogy egy kicsit óvatosabb vagyok, de közel vannak ugye a patkák, nem lehet itt eszetlenül menni. A belső is viszonylag jól sikerült, ott is most néztük az időeredményeket, úgyhogy én nagyon elégedett vagyok, hogy így sikerült visszatérni, hogy hogy jó helyen állunk idáig. Velencei Ádám számára nem úgy sikerült az idei bajnokság, ahogy eltervezte. Ráadásul az idei szilveszterral is sem volt zökkenőmentes a számára. Hát mondhatom, hogy olyan, mint az egész évünk. Egy olyan helyen lefordult, ilyen visszafordítós kanyarba, meghúztam a kézit, lefordult a hátsó gumi a felnőrőm, nem is értem, hogy az, hogy történhetett meg, defektet jöttünk egy 4 kilométert, innentől már úszott. Nem tudok mit mondani, próbálnánk itt élvezni, meg tényleg egy buli verseny, csak tényleg mostanában sok volt már a negatívum, vagyis szinte csak az volt. Most lesz még 2 kör, megpróbálunk majd látványosan menni, mert tényleg már így az eredmény az elúszott. Mindig nagyon sok volt a defektünk, technikai hiba is volt, én is hibáztam. Majd most tényleg, amikor nekilendülünk a jövő évnek, akkor kell ezeket a dolgokat átnézni. Addig nem akartuk, még itt van tényleg ez az utolsó verseny. Majd januárban erre sor kerül, és akkor meglátjuk, hogy hogyan tovább. Az első nap vegyes érzései után a folytatásban az autó erejét hiányolta László Zoltán.
ezért nem volt teljesen elégedett a teljesítményével. Hát vegyes volt, tegnap az első körbe ott nagyon rossz gumit választottunk, és nem jól sikerült az első, a második gyorsasági az már jobb volt. Mai napon meg nem tudom, hogy mi történik, mert olyan, mintha sokkal gyengébb lenne az autó, úgyhogy próbálunk vele menni, de sokkal gyengébbnek érzem. Urai Balázs számára sem az eredmény volt a legfontosabb. Az új év búcsúztatón igyekezett megköszönni azoknak a segítségét, akik mellettük álltak egész évben. Jól érezzük magunkat, tegnap egy kicsit óvatosak is voltunk, minden körben más viszek, nem csak a feleségem, a Zsuska van kiírva a kocsira, de minden körben más navigátor van. Élvezzük, tök jó volt, most már mentünk jobb időt, tegnap még egy kicsit óvatosak voltunk. Hát a ringkülsőt nagyon élveztünk, féltünk a jegektől, mert mindenhol össze-vissza riogattak, egy-két helyen még tényleg óvatosos, mert itt van jég, ott nem volt most sehol jég, úgyhogy ez teljesen esős verseny volt. Második kör nekünk is fog megjelni, hogy kicsit bátrabban tudunk menni. A korábbi ORC bajnok, Gyarmati Ariel komoly tervekkel vágott neki az év utolsó viadalának, a nehézségek azonban hamar átírták a lehetőségeket. Most úgy indultunk neki, hogy itt versenyezni szeretnénk, de aztán a körülmények átszabták ezt a tervet. Hát már tegnap igazából volt egy nagyon rossz döntésünk, amire mondhatom, hogy navigátor hiba talán, persze nem vicc volt. Ugye slickkel mentünk ki az első körre, az már tiszta lefagyott jeges volt, úgyhogy ott elengedtük ezt azt, hogy most itt időre fogunk versenyezni, úgyhogy azóta úgy menjünk, hogy inkább a látványra hajtunk jobban, mint sem az időeredményre. Mi nagyon élvezzük, ahogy halljuk a nézők is, úgyhogy teljesen rendben van minden, az autó az teszi a dolgát. Én okoztam itt az ajtón egy kis sérülés, de ilyen még nem is volt. Egy ilyen másodikos kanyarban láttam, hogy el fog kérni a gumit, de nem vettem el a gázt, mondom, majd lepattan róla. Hát az a gumi le is pattan, de kicsit megnyomta az oldalát, de szerintem egy ilyen megfelelően elhelyezett ilyen talpnyomással vissza fog az pattanni, úgyhogy olyan nagy kár nincsen. Ugye két gyorsasági van még vissza, egy ring külső, illetve a hosszabb, a körjellegű ring belső. Ezen a taktikán már nem változtatunk, inkább a kéziféket és ezt a látványt helyezzük előtérbe. Ugye az idei évben külföldön versenyeztünk, a Mitropa Kupa sorozatban leginkább. Jövőre is az a terv, szeretnénk jövőre a bajnoki címre jobban rámenni. Hát ezt meglátjuk már, ugye a pandémia az mennyire vetene gátat, reméljük, hogy nem. És itthon pár versenyen szeretnénk indulni, ahol szintén ugye az lesz, hogy ott nem kell időre autóznunk, nem kell olyan sebességet bevállalni, mint egy bajnoki futamon, és ott inkább a látványt fogjuk ismét preferálni. A Ladával versenyző Kállai Tamás, Kondella Fülep Edina kettős szórakozni érkezett a Hungaroringre, ezért őket is meglepték a jó részeredmények. A navigátor ráadásul életében először élhette át a zsigulis élményt. Hát azt érzem, hogy újra helyemen vagyok. Tehát, hogy valahogy Lada az mindig is közelebb állt a szívemhez, meg nyilván ez a nem tudom hány év ladázás miatt otthon érzem már most magam ebbe az autóba, hiába új, meg hiába új a csapatnak, mint nekem is. A Seat kicsit idegenebb volt számomra, de azt is szerettem nagyon, de ezt azért jobban élvezem. Hát csak szórakozni jöttünk, ugye azért is van utcai gumi. Engem is meglepnek az eredmények, megmondom őszintén, mert hosszú féktávakat veszünk, nem kockáztatok, nyilván azért próbálunk úgy menni, hogy ne röhögjenek rajtunk, de hát, hogy azért legyen látvány, meg tempó is, de amúgy egy ilyen biztonságos kereten belül autózunk, úgyhogy még az utcai gumiba és az autóba is lenne még, és ezért furcsa nekem most, hogy ilyen jó időket megyünk, úgyhogy igazából az időket nem nézzük, tehát nem az idő az fontos, úgyhogy ez egy jó plusz erőt ad a jövőre nézve, hogy ilyen időket tudunk menni így. Hát a Tomi egy zseniális pilóta szerintem. Nem is gondoltam volna, hogy ennyire pontosan tudunk menni. Nagyon jól kezeli le az autót, pláne úgy, hogy hát Ladában nem először ül, viszont ebben az autóban igen. Szerintem nagyon jól abszolválja. Gyenes András rendkívül kalandos napokat zárt. Csúszott, sok meglepetést átélt, a végére pedig nagyon leizzadt. Igen, sajnos egy fél évet mentünk csak a bajnokságban, ugyanis két oka volt, az egyik az autónak a harmadik motorját eszi éppen, vagy fogyasztja az autó most, úgyhogy nehezen készült el a harmadik erőforrás, ezért ki kellett hagynunk egy-két versenyt, valamint az állandó navigátorom Horváth Levente gerincsérvel küzd, úgyhogy az ő egészségi állapot, amiatt volt a másik ok, ami miatt nem tudtunk menni.
de nagyon hiányzott, mert hogy nyomhassuk a gázt, hogy most ez a szilveszter rallit, ezt nagyon vártam már. Én azt gondolom, hogy az első kilométerek azok mindig nehezebbek ilyenkor a fél év után, de azt gondolom, hogy hamar visszaszoktunk a rendes kerékvágásba, úgyhogy én azt gondolom, hogy jól mentünk. Érdekesség volt, hogy Gyenes András munkáját navigátorként Zágon Kristóf, a Premier Videó Stúdió egykori vezetőjének, Zágon Zsoltnak a fia segítette. Ez egy ritka alkalom, szilveszter rallim. 5 évvel ezelőtt voltam először, most vagyok másodszor. Gyenes Andrissal versenyzünk, és egy nagyon jó buli, nagyon jó szervezés van a csapatnál. Hát lényegében az, hogy egy jót autózzunk, és ez meg is történt. Tegnap még a gyors 2 után első helyen voltunk, most pedig abszolútban a másodikok vagyunk kategórián belül. Műsorunk együttműködő partnere a Lisztes Transz. Bontjuk, visszük, építjük. A műsor támogatója a HR Rend. Európai megoldás a munkában. Műsorunk partnere a Da Vinci Exclusive Magánklinika. Mindenki egészségére. Műsorunk támogatója a Rolataszt. Ha az egy darabra vetített optimális gyártásköltség a cél. A nagy mókamester ezúttal is a figyelem középpontjába került. Zsíros Imre, vagyis Zsírpapa nélkül nem lehetett szilveszter rally 2021-ben sem, aki ezt a néhány napot a hálának szentelte. A hangulat az teljesen jó, köszönjük szépen, hogy itt vagytok. Meg hát gyakorlatilag ugye ez a verseny arról szól, hogy a szerelőket, meg a barátokat megautóztatjuk, és meghívjuk őket egy ebédre, és gyakorlatilag megköszönjük nekik azt, hogy az egész éves munkájukat, amit ugye segítenek nekünk, ugye a versenyeken szerelnek, versenyekre felkészíteni az autót, bepakoljuk a buszt, mindent, tehát ilyen dolgokban ugye nagyon sok segítséget kapunk tőlük, és hát ilyenkor megköszönjük nekik, és akkor minden gyorsasági mást viszek. Tehát minden gyorsan más ember ül bent, és akkor így mindenkinek van egy kis kör, ami gyakorlatilag ilyen honorárium, ami az egész évben segít nekünk, akkor mi meg így szeretnénk megköszönni nekik. Én vagyok az étel-ital felelős. A hattápos. Úgyhogy a hattápos. Tegnap meg ma, úgyhogy most mindenki jól érzi magát. Forradbort isznak, gulyáslevest tesznek, minden rendben van. Amúgy meg megyünk keresztbe hosszába, tehát hogy beszarjonak, tehát biztos, ami biztos, tehát nehogy véletlenül jól érezzük magukat. Tehát az én megfélelmítés az van, arra, hogy legközelebb, hogyha nem jól csinálja meg a kocsit, akkor mondtam nekik, hogy szilveszterrel úgyis oda verlek a fához, hogyha nem jó a kocsit. Úgyhogy megyünk, jó a hangulat, jól érezzük magunkat. Tehát teljesen jó minden. Köszönjük szépen. A PSA Motorsport komoly kontingenssel érkezett a versenyre. Volt, aki egy jót akart bulizni, de a csapatban találkozhattunk olyan párossal is, aki figyelte a stopperórát. Árulta el Paparnold csapatvezető. Összesen 6 párosunk érkezett itt az év utolsó versenyére, a Szilveszter Rallyra a PSA Motorsporton belül. Ezen kívül ugye egy autónk pedig bérbe megy, ugye nem a mi egyesületünkben versenyeznek, de ugye tőlünk bérlik a Peugeot 208 R2-t. Hát nagyjából mindenki azért jól érzi magát ezen az év utolsó versenyén. Egy-ketten nézik az időeredményeket. Úgy tudom, hogy a Peugeot-s srác, a Zoltán Kevin a kategóriájában ott van a dobogós helyért küzdők között. A Bertalacci elhozta a Rally 3-as Fiesta-nkat, ugye azzal egy kicsit itt tesztelget a vizes aszfalton, illetve 3 darab Zsiguli megy még itt az egyesületünkön belül, akiket mi szervizelünk, ők pedig próbálnak a nézőknek kicsit autózni és látványosan menni. Szabó Árpád egy 21.07-es kitkár ladával vehetett részt az évzárón. Ez a lehetőség pedig egy komoly összefogásnak köszönhetően jött létre. Igen, adatta a barátom Arni, köszönöm neki. Meg nem csak Arni segített ebbe, amúgy a Kormos Ádi is, aki a motor, a 16 szelepes Lada motor, a Bodogán Feri, aki a váltó, meg a Csonkálvány is. Ugye Arni új autót épít, és minden más alkatrész abban az autóban van, úgyhogy így
így decemberben összelegóztuk ezt nekem, hogy itt tudjak menni, úgyhogy nagyon sok barátom segített benne. Teljesen amatőrként vágott neki a futamnak Svatek Krisztián, aki ennek ellenére meglepően jól teljesített a ring belsőn, valamint a létesítmény külső részén kijelölt gyorsaságén. Sajnos vannak technikai hibák, de nagyon élvezzük, minden rendben van, a csapat folyamatosan dolgozik a kocsin, hogy tudjunk menni, úgyhogy élvezzük. Reméljük az utolsó kör tiszta lesz már. Meglepődtünk, hogy az első 20-ban tudunk autózni, mert egész komoly mezőnyben nagyon sok Mitsubishi, örülünk neki, próbáljuk. Hát meg nyilván sok erőtös autós, akiknek viszont 10-szer, 100-szor annyi kilométer van a kezükben, mint neked, mert egyébként évközben a csapatunkban szervizálsz. Igen, igen. Hát igazából versenykilométer, azt tudom mondani, hogy ez az, amit itt gyűjtöttünk a szilveszteren. Tehát próbálkozunk. Kettő gyorsági van még vissza mai nap folyamán. Mi a terv, mi a cél? Reméljük, hogy az autó kibírja, nem megy rajta szét semmi. Próbálunk egy húzósat jönni. Svatek Krisztiánhoz hasonlóan Mészáros Péter is átesett a tűzkeresztségen, hiszen ő is először indult aszfaltos rali versenyen. Ez a tegnap, ez a 2 óra 40 perces várakozás, az, hogy tényleg vécére nem tudtunk elmenni, az hidegfékkel, a hideg gumival berajtolni, erre a szűkre, az amatőröknek szerintem egy életveszélyes dolog volt, megmondom tényleg őszintén. Nem is jöttem nagy várománnyal aszfalton, mi még nem próbálkoztunk. Ezek a szűk, meg ezek a patkás részek, meg ezek a nagyon, nagyon kis lassú kanyarok, ezek úgy látszik nekem nem fekszenek, ezért is inkább murvázunk a Nikivel, amikor tudunk. És hát sajnos be is jött, mert hát itt a végén itt ez a hideg, ez tényleg minden kanyar ajándék volt rajta. Az Evo 9-es Mitsubishivel induló Pap Robert is gyarapította a Szilveszter Rallin az újoncok táborát. Fél évszázadosan kezdett el rallizni, ez is bizonyítja, hogy soha nem késő elkezdeni. Hát ahogy a tegnap előtti teszten kezdődött, ahhoz képest azért már eléggé messze járunk, azt gondolom, ott egy kicsit magunkra ijesztettünk. De hát óriási élmény ez, és ahogy mondtam mindenkinek, aki rám kérdez, ugyanígy, mint te, terapmentén életem első gyorsaságiát, 50 évesen, itt minden méter mese számomra, úgyhogy zseniális, élvezem nagyon. Mi történt azon az első tesztkilométeren? Hát ez, igen, ez beíródik, azt gondolom, itt anekdotáink közé. Egyszerű volt, megkérdeztük, hogy beteszik-e a végére a lassítót, és mondták, hogy nem, csak középen lesz a katlanban. Hát mi a végére egy sima balt írtunk be, és ott az egy bal három, és ott a lassító a vége, ennyi is. Hát ott reakció az fék volt, hirtelen keresztváltunk, és így a zárokba csúsztunk. De minden nagy baj nem lett, Zsolték, Svatek Zsolték megcsinálták, úgyhogy ma már, illetve tegnap is nagy örömmel mentünk, ma még nagyobb örömmel. Mi kettő gyorsági van vissza, ennyi tapasztalattal már. Mi a terv az utolsó kettőre? Ugyanezt szerintem, mint most. Én egyszerűen élvezem ezt. Tudom, ez közhely, és már nagyon sokszor hallottátok, de én tényleg így érzem, hogy szeretnénk végigmenni és meglátni a céldobogot, ennyi a terv. A déli régióban versenyző Geiger Máté ezúttal kimerészkedett szűkebb környezetéből. A Hungaroringen is igyekezett bizonyítani. Sziasztok! Jók a tapasztalatok. Egyszerű volt így a pálya felírása is, a pálya feldolgozása is. De Lille, ahogy visszamondja, az teljesen jó. Tudok rá hagyatkozni, tudok rá figyelni, tud hozzátenni, tud belőle elvenni, tud rám is szólt, amikor nem tetszett neki valami. De ez így, ez jó, mert örülök neki, hogy ő is érzi azt, hogy mi történik a kocsiba. És te szót fogadtál? Próbáltam. És ez miben nyilvánult meg ott az eltolt bálába? Utána próbáltam rá koncentrálni. Az eltolt bála az elvitt a lendület. Nem, de utána tényleg, hát utána is mondja, hogy figyeljek, meg szedjem össze magamat, és hát megpróbáltam aztán. A többi része az ott hibamentesre sikerült, úgyhogy ezt a hibamentességet megpróbálom az utolsó kettőre átvinni, és akkor remélem, hogy megtartjuk ezt a pozíciót. Rolanddal ugye beszéltünk, jönnek ők is, ez egy nagy ajándék, hogy újra tudok majd Rolcsival baráti csatákat vívni, mondjuk úgy. Hát így meg pozitívan állok elébe ennek az egésznek, hogy jók az előjelek. Egyszerű így versenyezni, sokkal egyszerűbb így versenyezni, hogy csak arra kell koncentrálnom, hogy vezessek. Ezt már most érzem 3 vagy 4 gyorsági után, hogy így az egész légkör, ami van, ez így csak segít abba, hogy csak arra figyeljek, hogy vezetnem kell ilyen, és azt a dolgomat jól csináljam. Az előzetes megbeszéléseink alapján azt szeretett volna, hogy az abszolút 40-ben legyünk benne.
megpróbáltam ennek eleget tenni. Most egy kicsit hála az Istennek, hogy előrébb vagyunk. Örülök neki nagyon. Régen látott kiválóságokban sem volt hiány a 2021-es óév búcsúztatón. Budavári Zoltán számára is nagyon hiányzott Hőn szeretett sportja, ezért úgy döntött, hogy ismét a volán mögé ül. Nyáron volt egy-két FRT, de tényleg az rally nem volt, és akkor Jokko barátom itt föltámasztotta ezt a kocsit, és akkor úgy gondoltuk, hogy kipróbáljuk. Lehet, hogy jövőre is fogunk vele menni egy pár versenyt az ORC-ben, van egy ilyen terv is, de most egyelőre még élvezik a Szilveszter rallyt. Talán kicsit mindig rosszul jártunk, vagy éppen elkezdett szakadni az eső, vagy már este mentünk. Ma mondjuk kicsit szerencsésebbek voltunk az időjárással, de hát még egy kör hátra van, szóval még bármi lehet. Hát ez egy Renault Megane, 2-es turbós autó. Ez a Renault-nak volt egy gyári fejlesztése, még sok-sok évvel ezelőtt, a Mitsubishi ellen szánták harcba, de ez nem jött össze, meg a kocsi sem lett egy kiforrott autó, de mégis ez egy gyári autó alapokon nyugszik, legalábbis a futóműve, bukócső, meg ilyenek. Ebből azért hiányzik még egy pár dolog, de terv van véve, hogy ez egész jó lesz ez a kocsi, egy váltó is belekerül, egy szekóváltó. Most még nincs benne, most még szériaváltó van benne, szóval dolgozni kell vele, szerintem jó lesz. Hát most másodikok vagyunk, utána még elsők voltunk. Az a helyzet a rosszabb időben, bár én nem szeretek sötétben menni, meg ilyenek, de mégis jobb volt nekünk, egy BMW-vel küzdünk itt ebbe a kategóriában nagyot. Most itt a nappal kicsit szárazabb körülmények között elment, szerintem az erősebb az a kocsitány picivel, de nem sokkal, de hát még egy kör hátra van, és sötétedik. Velencei Ádám a viadal hajrájában szerette volna megcsípni legalább a dobogót, ami végül nem sikerült neki. Abszolútban az ötödik pozícióban zárt. Előbb felzárkozott, majd fordított, végül megnyerte a futamot. Vince Ferenc kiváló teljesítményt nyújtva tért vissza. Hosszú kihagyás után a Hungaroringen 3,2 másodperces előnnyel végzett az élen. Nagyon örülök neki, mert megmondom őszintén, hogy nem vártam ezt így magamtól. Oké, hogy megnyertem már többször ezt a Szilveszter rallyt, de akkor olyan körülmények között, hogy egész éveket tudtam végigversenyezni. Most ugye kihagytam ezt a szezont, ezt már többször is elmondtam, de nagyon örülök, hogy így visszatértem, és ez magamnak egy, meg a csapatnak is szerintem egy elég nagy megfelelés, hogy most így sikerült. A 23. Szilveszter rally második helyén Petr Semerád és Dani Persány zárt a Skoda Fabia Rally 2 Evo-val. Őket pedig a cseh-szlovák páros Ondrej Bisahá és Imrik Ferenc követte az erőtös Fábiával. Ez volt a 2021-es esztendő utolsó hazai rallis eseménye. Most egy hosszabb szünet következik, de március végén a 2022-es szezon nyitányán ismét várunk mindenkit.